Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A fideszes szavazatok nélkül nem választották volna meg von der Leyent. Olvashattuk az Európai Bizottság elnökéről történő szavazások után a sajtóban, és valóban az önök európai parlamenti képviselőinek támogatása nélkül a német politikus nem ülhetett volna az Európai Bizottság elnöki székébe. Ráadásul tették mindezt úgy önök, hogy a DK és a Momentum képviselőivel együtt támogatták a német politikust, hogy az Európai Bizottság elnöki székébe ülhessen. Ráadásul a DK európai parlamenti képviselője Molnár Csaba a következőket mondta a választás után. A jelölt programja szinte teljes egészében megfelelt a DK európai parlamenti választási programjának. Mi történt tehát, tisztelt képviselőtársaim? Önök most teleplakátolják az országot azzal, hogy önök lesznek azok, akik megvédik von der Leyentől és elvtársaitól Magyarországot, miközben a szavazatukkal támogatták a DK programját magáévá tevő német politikust. Hát az álszentségnek is van határa, tisztelt képviselőtársaim, mert Ursula von der Leyen mindössze 9-szer kapott több szavazatot, mint amennyire szüksége volt ahhoz, hogy elfoglalhassa a bizottsági elnöki széket, és a Fidesz képviselőcsoportja a Momentummal együtt deklaráltan támogatta a német politikust. Az is szégyen, hogy a magyar sajtóban és a magyar pártok közül senki nincsen a Mi Hazánk mozgalmon kívül, aki szembesítené önöket azzal, hogy mekkora hazugság és mekkora álszentség az, amivel országszerte a magyar embereket igyekeznek megtéveszteni a saját plakátjaikkal. Nyugodtan feltehetnék a plakátjukra von der Leyen és Alex Soros mellé például Deutsch Tamást, mert ő is támogatta szavazatával ennek a politikusnak a megválasztását. És hogyha megnézzük, hogy kit szabadítottak rá önök is Európára, akkor sajnos még borúsabb képet kapunk, hiszen arról az emberről van szó, aki korrupt módon szerezte be a vakcinákat, a Covid vakcinákat a teljes Európai Unióban. 1,8 milliárd adag vakcina beszerzését bonyolította le SMS-ekben, nagyságrendileg 35 milliárd euró értékben. Nyilvánvalóan korrupció történt, a vizsgálat persze semmit nem talált, hozzáteszem, neki német védelmi miniszterként volt egy kísértetiesen hasonló ügye, amikor korrupció gyanús szerződéseket eltüntetett, illetve azt az eszközt tüntette el, amelyen ezeket a szerződéseket tárolták. Ennek tudatában szavazták meg önök, hogy ez az ember legyen a bizottság elnöke, aki gyakorlatilag megismételte mindezt, de továbbra sem verik az asztalt az Európai Parlamentben, hogy történjen felelősségre vonás, ezért a 35 milliárd eurós ügyletért, tehát önök ebben az ügyben is csendben vannak és cinkosként hallgatnak. De Ukrajna fegyveres támogatását is szorgalmazza az önök által támogatott, megszavazott jelölt a bizottság elnöke, sőt, olyan eseményre is sor került az ő bizottsági elnöklete alatt, amely szintű föderalista irányba történő elmozdulás az Európai Unió történetében még nem volt. A közös hitelfelvételre gondolok. Önök ebbe is belementek. Tehát, hogyha feltehetném a költői kérdést, amiről ma még sokat fogunk beszélni, hogy hol van itt a szuverenitás védelem. Hogyha önök sem a vakcina beszerzésért, sem az ukránok támogatásáért, sem a közös hitelfelvétellel szemben nem emelték fel a hangjukat, akkor nem beszélhetünk arról, hogy megvédik Magyarországnak a szuverenitását. Az pedig az álszentségnek korábban a magyar politikában nem tapasztalható mértéke, hogy az önök által megszavazott német politikai a képét teszik ki a plakátokra, mintha önök ellene lettek volna. A valóság és az igazság az, hogy egy korrupt, föderalista vakcina neppert ültettek önök az Európai Bizottságnak a elnöki székébe, aki ráadásul a fegyverszállítást is szorgalmazza Ukrajnának a végsőkig elmondása szerint, és most pedig úgy csinálnak, mintha ott sem lettek volna. Az álszentségnek egy új mértékét hozták be a magyar politikába, ez szégyen. Köszönöm a figyelmet!